legalább 7 ember halt meg, és 3 megsérült, amikor egy támadó péntek este elkezdett lövöldözni egy zsinagógában Kelet-Jeruzsálemben. A CNN írja, hivatkozva az izraeli rendőrségre, a rendőrség a támadást terrorista támadásnak minősítette. Az izraeli külügyminisztérium korábban 8 halálról és 10 megsebesült a Twitteren. A mentőszolgálat szerint sok sérült életveszélyes állapotban van. A Jeruzsálem Post szerint a fegyveres a Hamász terrorista szervezetének tagja volt. És péntek esti ima után tüzet nyitott. A támadás után megpróbált elmenekülni autóval, de a rendőrség tűzoltásban lép. A támadásra egy nappal azután történt, hogy az izraeli hadsereg 9 palesztin embert ölt meg Jeninben, a Cisjordániában, az áldozatokban 2 civil volt. A többi egy palesztin politikai vagy katonai szervezet tagja volt. A 10. palesztinint az izraeli rendőrség lelőtte Jeruzsálem közelében. Az események eredményeként a Cisjordániát ellenőrző palesztin hatóság megszakította az izraeli kormánnyal folytatott biztonsági együttműködést az izraeli hadsereg az utóbbi hónapokban a Cisjordániában ellenőrzést tartott. Itt többet írtunk az izraeli politikai helyzetről Benjamin Netanyahu új kormányának megalakulása után.